Több éves kihagyás után ismét gombatermesztésbe fog a Magyar Kanizsai Együtt Veled Értük Egyesület. A testi és értelmi fogyatékosok érdekeit védő és segítő szervezet sikeresen pályázott tavaly egy magáncég pályázatán. A Tobiai Krivaja Kft. Ugyanis 800 ezer dinárt szánt ilyen tevékenységet végző egyesületek támogatására. A megnyert 50 ezer dináros adományból az egyesület gombatermesztéshez szükséges szaporítóanyagot és polcrendszert vásárol. A sertéstenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozó cég évek óta segíti a gyermekjólét, a szociális védelem és az oktatás területén működő egyesületeket nem csak saját községükön belül, de tavaly már tervszerűsítették ezt a folyamatot. A pályázati felhívásukra 12 egyesület szervezet jelentkezett, és mindegyik részesült támogatásban. Krivaja Kft. Már hosszú évek óta létezik, illetve évtizedek óta létezik, átment néhány igazgatóváltáson is, és a tavalyi év végére értük el azt a szintet, hogy gazdaságilag úgy álltunk, hogy ki tudjunk írni egy ilyen pályázatot, és akkor tulajdonképpen ez vezérelt bennünket, hogyha ekkora és ilyen szép gazdasági sikereket tudtunk elérni, akkor ebből a társadalom is, tehát az ilyen intézmények, amelyeknek különösen nagy szükségük van a támogatásoknak, tehát hogy ezek az intézmények is, tehát ezeknek az intézményeknek is előnye származzon belőlük. Az egyesület tagjai évekkel ezelőtt már termesztettek gombát a Petőfi Sándor utcai székházuknál található üvegházban, és ennek akkor nagy sikere volt, mondja Bagi Ferenc egyesületi elnök. A most megvásárolt 30 laska gombazsákból egy hónap után lehet gombát szedni, és egy-egy ilyen zsák több hullámban 3-5 kg gombát adhat. Minden programunkat igyekszünk úgy megírni, hogy abban kapcsolódjanak a fogyatékkal élő fiatalok, védenceink, és azok a munkatársak, akiket kiválasztunk ennek a műhelynek például a vezetésére. Hogy hogyan fognak a védencek részt venni? Hát gondozzák a szubsztrát zsákokat, figyelik, beszélnek róla, akkor, amikor megtörténik a gombának a szedése, akkor abban részt vesznek, és tulajdonképpen egy olyan tapasztalatot kapnak, egy olyan élményt kapnak, amely az ő fejlődésükre minden bizonnyal pozitív hatással lesz. Az egyesület egyik védence, a horgosi vásár Róbert jól emlékszik arra az időre, amikor hatalmas laskagombákat termesztettek az üvegházban. Kivittük a tálat az üvegházba, és akkor tálba. Abba a tálba, és akkor leszettük, hogy óvatosan a kezünkkel, hogy ne törődjön meg. Szép nagy szürke gombák voltak. Akkorák. Megnőtt az néha ilyen nagyra is, mint egy tányér. Az egyesület folyamatosá szeretné tenni ezt a tevékenységet. Amennyiben megoldást tudunk találni a befogadó személy kérdésében, akik átvennék a gombát, akkor továbbiakban szeretnénk újabb eszközöket beszerezni, gondolok itt asztalra, gondolok itt zsákokra, és még fejleszteni, és még kiterjeszteni ezt a munkát. Az adományról szerződést kötöttek a felek, amit aláírtak a képviselők, majd a bárka védencei saját készítésű kerámia tárgyakkal köszönték meg a támogatást a Krivaja Kft.-nek.